Fiatal fiúk próbálgatják a néptáncos lépéseket Horgoson a Vajdasági Szólótánc Fesztivál gála műsora után. Ritkának mondható látvány, de ez is igazolja a rendezvény szervezőjének kijelentését, miszerint Vajdaságban viszonylag sokan ismernek legalább egy néptáncot, és szívesen járnak táncházakba. Hát addig maradhatunk, mink itt még közösség, amink tisztában vagyunk saját kultúránkkal, gyökereinkkel, hagyományainkkal, és azt gondolom, hogy ez a harc, úgy mondom, amit folytatunk sokan, és egyre többen, jó irányba halad. A Vajdasági Szólótánc Fesztivál a kezdetek óta nemzetközi jellegű, a vajdasági versenyzők mellett állandó pályázók a magyarországiak is. A szóló és párostáncokat idén is szakmai zsűri értékelte, akik építő jellegű kritikával látták el a táncosokat. A tánchivatás, életforma, életvitel, minden percem így telik, népzene, néptánc, táncoló gyerekek, felnőttek között. Pörögtek, forogtak a fodros szoknyák, csattogtak a férfi csizmák a gála műsorban, ahol az előző év nyertesei mutatták meg tudásukat. A szakmai zsűri ezután kiosztotta a verseny elismeréseit. A közönség díjat idén a Szakács Tamás is lepásarolt alkotta páros érdemelte ki. A páros táncok első helyezettje Szulovszki Szilvia és Károl Rumenyákovic lett. A szólótáncok első díját Német Antalnak ítélte oda a zsűri. Reménykedtem benne, hogy bíztam benne, hogy sikerül valamilyen eredményt elérnem. Milyen táncot adtál elő? Én nagyeseti cigánytáncokat táncoltam. Aki nem tudja, hogy ez mi, nincs benne ebbe a világban, az nem értheti meg, hogy ez miről szól. Nem tudja, hogy milyen bulikat tudunk mi összehozni, és milyen táncokat, még táncházak vannak. Ezen az estén azonban bárki belekóstolhatott a néptáncosok életébe. Este ugyanis táncház vette kezdetét, ahol a juhászenekar húzta a talpalávalót.